Sziasztok! Ez itt az új év első szemesztere. Januári adásunkban ismét megismerkedhetek egy világnappal, de ellátogattunk a Szegedi Bölcsészettudományi Kar nyitnapjára, illetve egy esti Kornél koncertre is. Tartsatok velünk! Minden középiskolás diákot szeretettel várt a Bölcsészettudományi Kar decemberi nyílt napja. Néhány évvel ezelőtt én is ott voltam. Leginkább az maradt meg bennem, hogy milyen szép fények voltak az Audmaxban, és hogy milyen meggyőzően beszélt a dékán. Egyre nagyobb tömeg zsúfolódik a BTK legnevesebb terme az Auditorium Maximum előtti folyosón. Szülők és diákok, akik a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának a nyílt napjára érkeztek. Senkit nem szeretnék rábeszélni arra, hogy a bölcsészkarra jöjjön, de ha valakinek kételjei lennének abban, hogy a bölcsészkarra jöjjön-e vagy sem, akkor azokat szeretném megnyugtatni, hogy érdemes a bölcsészkarra jönni. És minden esetre nem érdemes hinni azoknak a tömegmédiumoknak, leginkább kormányzati körökből származó információkat terjesztő tömegmédiumoknak, amelyek arról beszélnek, hogy a bölcsészkarok azok munkanélkülieket képeznek, akik romkocsmákban merengenek és nem tudnak mit kezdeni a diplomájukat. Szeretném világossá tenni, hogy minden munkaügyi statisztikainak pontosan az ellenkezőjét mutatja. Ezekkel a mondatokkal kezdte meg dr. Szajbény Mihály monológiát, majd ismertette a bölcsész diplomában rejlő lehetőségeket. A hallgatóik jelentős része tanárnak készül, újabban az osztatlan tanárképzés keretében eleve tanárszakra jelentkezik már. De ahogyan régen volt, úgy nyilván most is ez lesz, nem föltétlenül tanárként helyezkednek el azok, akik tanári diplomával rendelkeznek majd, és azok, akik egyéb bölcsész diplomával rendelkeznek, azok pedig nagyon széles területeken helyezkedhetnek el. Végül azt is megfogalmazta, hogy miért fontosak a humántudományok egy társadalomban. Hozzá kell tenni, hogy a bölcsészkar az változatlanul a hagyományos humán disziplinák művelésének a fellegvára. Mi valamennyien hisszük azt, hogy a humán műveltség nélkül nincs egészséges társadalom, és egy olyan társadalom, amely csak pragmatikusan képes gondolkodni, krampácsolókban képes gondolkodni, nem tud előrébb látni a közvetlen gazdasági haszonnál, az valószínűleg hosszú távon életképtelenné válik. Ma Európa szerte egyre többen belátják ezt. Az előadás után az érdeklődők tovább nézelődhettek a folyosón felállított információs pultoknál, és kérdezhettek a felsőbb éves hallgatóktól, ami a résztvevők szerint hasznosnak bizonyult. Most már jobban átlátom. A benti előadás nagyon hasznos volt. Elég sokan jöttek érdeklődni. Nyilván az, hogy kicsit több mindent hoztunk ki ide, hogy feltűnőbbek legyünk. Nyilván ezekbe vonzották az érdeklődőket. Ahogy látom, elég sok a szorgos fiatal, a tanulni vágyó fiatal ember és fiatal hölgy, aki igazán is úgy ki van éhezve a tudásra, úgyhogy ja, szerintem eddig határozottan sikeres a BTK-s nyilván. Szerintem elég részletbemelően adtak tudatosítás a fejünkbe, hogy és miként kell jelentkezni. A rendezvény a tantermi tájékoztatókkal végződött, amelyeken a diákok és a szülők részletesebb tájékoztatót kaphattak a különböző szakokról. Volt olyan előadó, aki a szakon belüli innovációkról és támogatási lehetőségekről beszélt, de akadt olyan is, aki az egyetem nagy múltjáról tartott egy kisebb előadást. Reméljük, sok új hallgatóval találkozunk szeptemberben is. A szemeszter tehetséges diák rovatának főszereplője, ezúttal Teszári Péter kommunikáció és médiatudomány mesterszakos hallgató. Peti rendkívül sok oldalú, de hogyha hármat kellene ezek közül kiemelni, akkor az a mobilkommunikáció, a filozófia és a zene lenne. Mindegy, mit hiszel, a
múlt úgysem ereszt el, amíg a szívedben mindent egy lapra felteszel. Ezer harc bármi rád, ezer harc bármi rád, hogy az utad megtalál. Deszári Péter először a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkar médiatechnológus szakán tanult, majd elvégezte a bölcsésztudományi karon a szabad bölcsészetet filozófia szakirányon, amely mellett már kacsingatott a kommunikáció szak felé is. Azóta második szakirányként a mobil kommunikáció szerelmese is lett. Mindenféleképpen a média közelében akartam mozogni, mert hogy a zenélés kapcsán is hát érdekel nyilván a hanggal való munka, illetve a videózás, web szerkesztés, fejlesztés, és hát most ugye, mivel mindenki mobillázban ég, ezért úgy gondoltam, hogy a mobil világában is szeretnék egy kicsit otthonosan mozogni, úgyhogy ezért is esett rá a választásom a mobilos szakra. A filozófiával gondoltam azt, hogy ez egy ilyen szélesebb spektrumú tudást adhat, úgyhogy ezért is esett erre a választásom, és hát a kedvenc filozófusom az Nietzsche és Machiavelli. Az iskola mellett kisgyermekkora óta a zene közelében él. Édesapja egy gyermekszínházat vezetett, így korán megtapasztalhatta a zene szeretetét. Hangszeren nem tanult, mindig a rímek és a hip-hop műfaj érdekelte. A szóló projektjeimben, illetve amikor nem élő zenével foglalkozunk, akkor én szoktam általában írni az alapzenéket is, illetve én is rögzítem és keverem őket, úgyhogy ezeket mind-mind magamtól sajátítottam el. Innen a Yellow Sunset nevű élőzenekaros formációból Balázzsal csináljuk ketten a Local Heroes-t, ez egy ilyen duett, és a második albumunkon dolgozunk éppen. Tervei között szerepel, hogy tehetségkutatókban próbálják ki magukat, illetve élőzenekaros koncerteket is szeretnének szervezni. Emellett a stúdiólemezen is dolgoznak. Én nagyon szeretek vele együtt dolgozni, mert akármilyen ötlettel állok elő, ő mindig lelkesedik érte. Kicsikét néha nyöztetnem kell, hogy így, hogy de hidd el, hogy ez jó lesz, meg ez majd ez sikeresebb lesz, mint az eredeti elképzelés, és így néha kicsit húzza a fogát, hogy nem biztos, de aztán mindig kiderül, hogy jó szokott lenni, és ez neki köszönhető, mert belerakja a saját egyéniségét a zenékbe, és nem, hogy mondjam, nem lesz ezáltal tucat az, amit csinálunk. Peti a zenei tevékenység mellett előszeretettel próbál ki új dolgokat a mobil kommunikáció világában. Egy iskolai beadandó kapcsán kifejlesztett egy új applikációt az olvasó közönségnek, mivel ő is nagyon szereti a könyveket. Én nagyon szeretek olvasni, ez nyilván a bölcsész szakból is fakad, de maga az alkalmazás az egy könyvvásárló applikáció, amit telefonra tudsz letölteni, egy nagyon széles adatbázissal rendelkezik, és akkor itt egy alkalmazáson belül tudod kiválasztani a könyvet, aztán valami kiegészítőt hozzá, be is csomagoltathatod, ha szeretnéd, díszcsomagolással, ajándékkártyát is tudsz hozzá készítetni, illetve megadhatod azt is, hogy ne hozzád, hanem egyből az ajándékozotthoz szállítsa ki a futárcég, és hát aztán, hogy miért különleges a program, ennek még vannak ilyen titkos adalékanyagai, de azt majd a vizsgálatanároknak fogom prezentálni. Ezen kívül a zenei vonalon is kialakított egy új oldalt, a Hungergroundot, amely arra szolgál, hogy népszerűbbé váljon a hip-hop műfaja. Az a célunk vele, hogy népszerűsítsük magát a műfajt egyrészt, illetve hogy lehetőséget adjunk azoknak az előadóknak, akiknek nincs alkalmuk vagy helyük másutt megmutatni a munkásságukat. Őket szeretnénk összegyűjteni, mert hogy úgy érezzük, hogy a jelenleg működő oldalak, tisztelet a kivételnek, eléggé diszkriminatívak, és
hát csak a saját perkeiken belül mozgó, vagy közelebbi ismeretséggel rendelkező előadókat preferálják, mi pedig szeretnénk mindenkinek esélyt biztosítani, hogy megmutassa magát. Ez egy harc vár még rá, hogy az utat megtalál. Ez egy harc vár még rá. Oh! Ez egy harc vár még rá, hogy az utat megtalál. Yeah! Mivel ez az idei év első adása, tekintsünk egy kicsit visszafelé is. A gólyáknak azzal indult az őszi szemeszter, hogy önkéntes alapú kompetencia tesztet kellett kitölteniük. Ezt az online feladatsort a szegedi neveléstudósok dolgozták ki. A számítógép alapú diagnosztikus mérések általuk kifejlesztett új formáját a kutatók éjszakáján is megmutatták az Ediland földjére lépő kíváncsi kincsvadászoknak. Kalandra fel! Mielőtt mi is végigjárnánk a térkép jelölte utat, arra voltunk kíváncsiak, csak úgy elöljáróban, semmi titkot nem felfedve, hogy mit mutatnak meg kutatásaikból, eredményeikből a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének munkatársai. Két dologgal érkeztünk, az egyik az EDIA rendszer, ez egy elektronikus online felület, ahol a gyerekek különböző feladatsorokat oldhatnak meg játékos formában. A másik dolog, amivel érkeztünk, az az, hogy különböző kísérleteket végezhetnek el a résztvevők. Itt például mögöttem azt vizsgálhatjuk meg, hogy a különböző gyümölcsökben, zöldségekben mennyi C-vitamin található. Kapcsoljuk be, és nézzük meg, hogy mi történik a lánggal. Az Európai Unió által támogatott SZELSZ program célja, hogy segítse a pedagógusokat a 12-18 éves tanulók kutatás alapú természettudományos oktatásának elsajátításában. Itt is azt láttuk, ami a nemzetközi tapasztalat, hogy a kicsi gyerekek nyitottak az őket körülvevő világ csodáira, működésére, majd az iskolában tantárként tanulva a fizikát, kémiát, biológiát, egyre inkább elfordulnak tőlük. Azt a kemény tananyagot, amit még ma mindig többé-kevésbé elvárunk a diákoktól, főleg középiskolába, azt azért ez a módszer 100%-ban nem tudja fölépíteni, nem is ez a célja, de én azt gondolom, hogy legalább annyira hasznos gondolkodni, mint amennyire minden képletet tudni, ami benne van a tankönyvekben. Kíváncsi vagy arra, mennyire vagy jó matekos, vagy milyen ügyesen olvasol, esetleg mennyit tudsz a környezetedből? Annak, aki választ akart erre kapni, nem kellett más tennie, mint leülnie a második állomáson valamelyik tablet vagy számítógép elé, és megoldania az EDIA rendszer valamelyik online tesztjét. Gyerekek, szülők, fiatal felnőttek egyaránt nekiveselkedtek ezeknek a feladatoknak. Nem volt akadály az sem, ha a kalandvágyó még alig nőtt ki a földből. Az egyik legfiatalabb próbálkozó láthatóan nagy kedvel dolgozott az érintőképernyős eszközön. Majd miután sikeresen végzett, elégedetten távozott. Milyen nyalókát eszel? Milyen? Jó kurtos nyalóka, van olyan? Hú, és akkor is nyalókáztál, amikor csináltad azt a feladatot? Csak egy picit. A gyerekek ön szerint mennyire lennének vevők egyébként ezekre az ilyen jellegű feladatokra, az online megoldásokra? Nagyon, és abban nagyon jó még ennek a lehetősége, hogy személyre szabott is lehet a gyerekeknek, illetve ki tudja használni a különbözőségeiket, az erősségeiket. Kellemes környezet, kényelmes, szinte otthoni hangulat a babzsákok világa. Itt talán még kevésbé veszi észre az ember fia, lánya, anyja, apja, hogy komoly feladatokat kell megoldania, hogy megtudja, mire képes.
Laukó Dénes igazi virtuóz módjára bánik a tablettel, bár a beszélgetés nehezen indul vele. És mit kellett itt neked csinálni most? Azt, hogy a nyuszit el kellett vezetni, amit mondott a bácsi. És megvan már az eredményed, hogy hogy sikerült? Igen. És mi? Még nem tudom. A képességek próbáján ott láttuk az EDIA rendszer megalkotóját is, aki gyerekeivel együtt oldotta meg a logikai, megfigyelési, vagy éppen a hallás tesztelő feladatokat. A gyerekeim imádnak kísérletezgetni, és rendszeresen felrobbantják a konyhát, illetve imádják a technológiát is, úgyhogy számukra ez egy paradicsom itt körben. Akkor nézzük a tényet, milyen színűnek? Rózsaszín. Rózsaszín. Körülbelül ugye ebbe a tartományba esik. Mi beszéltünk, hogy ebben a tartományban milyen kémhatású oldatok vannak? A savasak. Savas, így van. A negyedik és egyben utolsó állomás ismét a természettudományok világába vezet bennünket, és a kísérletezőjénünket, megfigyelő képességünket veszi elő. Van egy olyan kísérletünk, hogy lencsét lehet csinálni vízből. A másik asztalnál a szem dominanciájával foglalkozunk, illetve a klorofilnak a színáteresztő képességével. A harmadik asztalnál pedig különböző oldatoknak a kémhatását lehet meghatározni a lilakáposzta levének a segítségével. Aki egy-egy állomást teljesített, az szaladhatott a jól megérdemelt matricáért. Ha meglett mind a négy, ezek az ajándékok vártak az utat végigjárókra. Természetesen minden tárgy valahogy kapcsolódott a természettudományokhoz. Én azt gondolom, a világon ez egy nagyon fontos projekt, nem csak nálunk, mindenhol. Amerikában például a Science Day van, egész nap a gyerekek kísérletezgethetnek, megismerhetik a természet csodáit. Nálunk kutatók éjszakája talán ennek a párja, aminek szintén ez a funkciója. Betekintést kapjanak arról, hogy a kutatók mikkel foglalkoznak, az egyetemen milyen típusú munka folyik, és egyáltalán a tudomány az, hogy épül fel, mit csinál egy tudós. Aki 2015. szeptember 25-én a kutatók éjszakáján ott volt az Agórában, és túrázott egyet Edilandben, az tiszteletbeli oktatáskutató lehetett, hiszen a legfőbb célja ennek az estének, hogy szórakoztatva ismereteket szerezve tudhassuk meg, mit jelent az, ha valakinek tudós a hivatása. Hosszabbított az egyetemi könyvtár nyitvatartása. Januártól már nem zár be este 8 órakor a tanulmányi és információs központ, hanem este 10-ig várja a tudásra szomjas hallgatókat. Ezt elsősorban a külföldi diákok kérték, de bevallom őszintén, én is szeretek ott így bent tanulni. Eddig este 8-ig voltunk nyitva, most hétköznapokon este 10-ig vagyunk nyitva, illetve szombaton a korábbiakhoz képest szintén hosszabban este 8-ig vagyunk nyitva. A szénszünetet követő napon életbe lépett az új nyitvatartási rend a TIG-ben. A külföldi hallgatók már régóta kérték az extra órákat, de eddig ezt nem tudták megoldani. Most azonban a vezetőség úgy döntött, hogy érdemes erre anyagi forrást szánni. A hallgatók nagyon régen szeretnék ezt, különös tekintettel a külföldi hallgatókra, akik gyakorlatilag ide jönnek reggel és innen járnak órákra, hiszen ide jönnek vissza. Itt találkoznak egymással, itt csinálják a csoportmunkát. A könyvtár vezetése különböző statisztikákat készít a látogatottságról. Eddig pozitív tapasztalataik vannak, sokan szívesen maradnak tanulni este 8 óra után is. Mi úgy gondoltuk, hogy az első hetekben még valószínűleg, amíg meg nem szokják, addig nem lesznek olyan sokan. Ehhez képest már az első napokban számottevő számú hallgató volt itt egészen sokáig, és most a vizsgai időszakban is azt látjuk, hogy nagyon népszerű ez a nyitvatartás. Most este 8:45 van, és elég sokan ülnek az egyetemi könyvtár olvasójában, hiszen vizsgai időszakban minden perc számít. Ők egyönthetően úgy érzik, jó, hogy ilyen későn is nyitva van az épület. Egy
think it's much better for the students. We can stay for longer hours and we can study much more, so I'm really happy about it. Szerintem ez jó, mert én is kollégista vagyok, és így legalább tovább bent tudok tanulni, mert visszamegyek a kollégiumba, akkor nagyobb esélye már lefekszem vagy pihenek. Nagyon örülök neki, hogy ő most már 10-ig van nyitva, mert én otthon nehezebben tanulok, mint itt, és így rá vagyok kényszerítve itt. Tehát így majd tanuljak, és jobban is tudok haladni. Szerintem ez mindenkinek, minden diáktársamnak nagyon jó, hiszen így a vizsgai időszakban főleg, hogy sokkal tovább maradhatunk itt és olvashatunk a vizsgákra. Általában 8 után haza szoktam menni, és otthon szoktam tanulni, de így akkor legalább itt tudok maradni 10-ig, és akkor be tudom fejezni a tanulmányaimat. During the semester, if we just finish at 6 or 8, we can go to the TIC afterwards. And so we can just continue learning and just go home and relax. So it's really, really an advantage. Bár a külön gyűjteményeket nem tartják nyitva késő este, a legfontosabb funkciók ugyanúgy működnek ilyenkor, mint napközben. A hallgatók használhatják az olvasótermeket, a számítógépes kabineteket, és kölcsönözni is lehet hétköznapokon este 10, szombaton pedig este 8 óráig. És ez nem csak a vizsgai időszakban, hanem a tanítási időszakban is így lesz. Hagyományos vallási és nemzeti ünnepek mellett számos olyan emléknapot tartunk számon, amelyekről eddig bizonyára még nem hallottatok. Akadnak köztük különlegesek és olykor viccesek is. A Kultkataszterben most egy olyan világnapot mutattunk be nektek, melynek egyik fontos feltétele a hó, amiben ezen a télen eddig nemigen bővelkedhettünk. Milyen vicces világnak van januárban, tudod-e? A havazással kapcsolatban. Hó, ember. Vicces világnapról nem tudom. Januárban? Hú, Rádió 88-ban hallottam valamit. A lustaság világnapja. Hóemberépítés. A Hóemberek világnapja a Föld északi féltekéjének téli időszakában, január 18-án van. A dátum már önmagában is szimbólum. A 8-as két hógömbből álló hóembert jelképezi, még az egyes szám a seprő a kezében. A világnapot Cornelius Gret német gyűjtő találta ki, aki mindenféle hóemberrel kapcsolatos tárgyat gyűjt. A több mint 3000 darabból álló gyűjteményével 2008-ban a rekordok könyvébe is bekerült. De miről is szól a Hóemberek világnapja? A hóember a tél szimbóluma, legyőzi a politikai és vallási határokat, szereti az idősebb és a fiatalabb generáció, és mivel a hóember építés a tél egyik legjobb mókája, népszerű az egész világon. Mindezek mellett e vicces világnap nem titkolt célja, hogy felhívja a figyelmet a klímaváltozásra, annak okaira és a megállítás egyszerűen kivitelezhető módjaira. Do you wanna build a snowman? Or ride our bike around the halls? I think some company. Meg tudod mondani, mikor építettél utoljára hóembert? Éjfélkor, ma éjfélkor. Pár éve, amikor még épp az egyetem első évében, akkor építettem az öcsémmel egy óriási hóembert, 2-3 méter magas volt, de nem volt meg igazán az alakja, tehát se orr, se szem, csak úgy annyira sikerült felépítenünk, hogy egy óriási nagy ember, de a résztek kimaradtak. 7 éves koromban úgy valahogy. 10-12 éve. Hogyan készítsünk hóembert? Amikor sok hó esik és kedvezően hideg az időjárás, könnyű hóembert építeni. A hóból gyúrjunk hógolyót, majd addig görgessük, míg el nem éri a megfelelő méretet. Készítsünk 2-3 ilyen hólabdát, majd rakjuk őket egymás tetejére. Ezután nem marad más hátra, mint a helyére rakni a szemét, a száját és az orrát. Ha pedig nem akarjuk, hogy megfázzon, öltöztessük fel jól, sállal és sapkával. Nem volt se répa, se gaj, hanem fenyőág, volt szemöldöke, meg ja, fenyőág volt a keze is, meg megkapta ezt a sapkát. Most láttam a Koli mellett egy hóembert, ami elég szépen lett megcsinálva, egy viszkisüveg lett az orra. Fiú-lány hóembert építettek? Fiút. Ó, nem volt ilyen nemi megkülönböztetés, ez ilyen homogén hóember volt. Ketten építettünk egy mini hóembert. Ez egy közigazgatás jog mumus hóember volt egyébként. Tehát ha elolvad, akkor mi majd megcsináljuk a közigvizsgát hétfőn.
Ha nem esik hó, akkor se essünk kétségbe, hiszen farönkökből, dobozokból, sőt, akár rossz villanykörtéből is egyszerűen készíthetünk hóember figurát. Mivel a bolondos világnap legfontosabb üzenete mégis az, hogy együtt lenni és alkotni jó. Vegyél 6 tehetséges embert, adj hozzá egy sajátos zenei stílust, szór meg némi iklettel, majd díszítésként használj egy alter egót. Így kaphatod meg Magyarország egyik feltörekvő alternatív zenekarát, az Esti Kornélt. Az Esti Kornél név az úgy jött, hogy végzős gimisek voltunk, amikor alakult a zenekar. És pont akkoriban tanultuk Kosztolányinak a munkásságát, amikor ilyen heves névkeresési fázisban voltunk, és akkor úgy előjött rengeteg rosszabbnál rosszabb névötlet, hogy mi lehetne, meg hogy lehetne. Aztán egyszer csak ez így beugrott az Esti Kornél. Mindenféleképpen olyan nevet akartunk keresni, ami magyar, mivel hogy az első pillanattól kezdve ez ilyen eltökélt szándékunk volt, hogy magyar nyelven szeretnénk dalokat írni. Vannak nekünk is idoljaink persze, de nincs mit tudom én, 5 zenekar, akikre mi nagyon akarunk hasonlítani, hanem amit éppen hallgatunk, azoktól jönnek az ihletek, meg azt a gondolkodási teret, amiben mi merítünk, azok is virágok, akiket éppen hallgatunk. Mondom el, hogy nem hagyom. Már annyira fuzionálnak a különböző stílusok egymással, hogy igazából ez a nagyon lecsupaszított klasszifikáció, vagy ilyen stílusbeli besorolás, ez már egyre kevésbé releváns. Tehát valahol így az alternatív rockzenének a mesdjén mozgunk, valahol, hogy mondjam, tehát azért szerintem befogadható a zenénk olyan emberek számára is, akiktől távolabb áll az elvontabb túlgondolt zene, de ugyanakkor mégse tartom az Esti Kornélt olyan kimondott slágeres, vagy olyan nagyon könnyen emészhető zenekarnak, tehát valahol így pont a kettő között mozgunk. Az, hogy most a különböző zenei stílusok milyen arányba keverednek, hát ez, tudom, szerintem ez annyira nem releváns. A művészeket sok minden befolyásolja, ha az alkotásról van szó. Viszont a zenekar esetében az elmondható, hogy minden évszakban egyformán jól megy a munka. Inkább színpadra lépésük előtti rituáléjukat határozza meg az adott évszak. Koncertek előtt mindig össze szoktunk borulni, tehát van egy ilyen kis összeborulás, van egy csatakiáltás, ami visszatérve az első kérdésre, ezt általában jobban befolyásolja az adott évszak. Nagyon sokáig úgymond nem beszélhettünk turnéról, mert inkább csak így eljárogattunk egy-egy városban, meg próbáltunk minél többet így Budapesten játszani. Igazából szerintem el kellett biztos telnie, vagy 2-3 évnek, hogy egy tudatosan egy ilyen több állomásos országos turnét összeszervezzünk. Neked! Az a nagyon jó ebben a Facebook event alapján, hogy hányan igazoltak vissza, hogy jönnek, hogy a vidéki koncertjeink közül ez a legtöbb eddig. Úgyhogy tök jó érezni azt, hogy tényleg fejlődünk, meg van előre, és van miért csinálni, meg érdemes csinálni. Hát természetesen meg tudnánk szokni, hogyha minden vidéki koncertünkre ennyien jönnének. Jó szöveg, különleges zenei stílus, érzelmek a köbön. Csak pár jelző, ami miatt egyre több és több rajongó gyűjt az Esti Kornél. De a tagok számára is ennyire evidens, hogy miért szeretik őket? Egyáltalán ők mit látnának az Esti Kornélban, ha kívülállók lennének? Ha érzem egy zenekaron, hogy őszinte az, amit csinálnak, és tényleg így, és tényleg látom azt, hogy szeretnek együtt zenélni, hogy szeretik azt, amit csinálják, és úgy csinálják, ahogy ez jön belőlük, nekem egy ilyen zenekar mindig tök szimpatikus. A többiekben annyi kreativitást is érzek, szóval nem elég az, hogy szeretetből legyen csinálva, hanem tényleg tudni is kell ahhoz, és a másik 5 tag rajtam kívül, ő tényleg tud.
mai adásunk véget ért, de ne aggódjatok, a következő hónapban ismét jelentkezünk. Addig is neki mélyetek bennünket. Ha kérdésetek, esetleg ötletetek van, írjatok egy e-mailt, vagy látogassatok el a Szemeszter Facebook oldalára. Sziasztok! Viszontlátásra!